Reklámépítészeti megoldások a G-Ban Partners Kft-től. Csatornánk partnere az Unibet Magyarország. Támogatónk a Bestville 2000 Kft. Üdv mindenkinek, sziasztok, itt vagyunk újra hárman a parkfermében, Frici, Jani és én is megjelentünk. Volt a hétvégén bőven esemény, kezdjük is az Európa-bajnoksággal ralliból, hiszen EB volt ugye rallycrossból is, meg majd természetesen szót ejtünk a hegyi EB-ről is, de először ERC Barum 193 kilométerrel, és ahogy már múlt héten is mondtam, meglepően egy két héttel korábban a megszokottnál, hiszen ez a verseny körülbelül az elmúlt 50 évben mindig augusztus utolsó hétvégén volt. Most a naptár úgy jött ki, hogy korábbra kellett hozni, hiszen az elkövetkezendő két versenyt nem akarták nagyon módosítani az EB naptárban, többek között ugye a Brittet, ami majd fog következni, és ezért a Barumot hozták előre. Már a kvalin érezhető volt, hogy lesz csodálkozás, hiszen számomra igen meglepő módon ugye az az EB szabály, hogy az aszfaltos kvalifikációkon a megszerzett eredmény alapján lehet rajtolni, tehát aki a leggyorsabb, az megy majd másnap elől, és nem feltétlenül akart mindenki a leggyorsabb lenni, mert hogy kiderült, hogy már aszfalton is van olyan, hogy takarítás, főleg az ilyen, hát olyan aszfaltokon, mint Magyarországon, ugye tudjuk a Barumon, mert mentünk eleget, hogy az nem feltétlenül aszfalt, csak valamilyen felület, amit aszfaltnak nevezünk, és ezért például olyanok, mint Kopecky is arra blazíroztak, hogy csak 5.-6. hely környékén menjenek, és aztán utána másnap Cájs, aki elől ment, nyilatkozta is, hogy igen, takarít, és hogy ez tud szívás lenni, Frici. Igen, ez azért érdekes, vagy azért volt érdekes, mert nagyon, nagyon vegyesek voltak a pályák, ugye nem csak jó minőségű szakaszok, hanem főleg inkább rossz minőségű, és nagyon sok belsőt néztem, ugye követtem az élő közvetítést, és alapvetően ezt a versenyt meg lehetett volna rendezni Magyarországon is, tehát mondjuk egy szuhát beletettünk volna, akkor így rendben lett volna, meg kész lett volna a Barum útvonalterv. Én egy picit, volt olyan pilóta, akinél magyarázkodásnak éreztem, tehát hogy ha valaki kap egy kvalifikáción egy másodpercet, akkor azért az nem feltétlenül azt gondolom, hogy egy taktika része, mert azért azt nehéz így kiszámolni szerintem. De mondjuk egy Kopeckinek eléggé meggyőző volt, mert ő nem nagyon szokott magyarázkodni, ő elmondja azt is, hogyha valamit nem jól csinál. Ott egy picit érezhető volt, hogy van benne némi taktika, de én azt gondolom, hogy azért ez nem számított olyan sokat, mint amennyire rákészültek kommunikációban. Tehát a Kajsz, vagy Cajsz, ugye meg Cajsznak kell mondani, Cajsz eredményén azért látszott, hogy elő is lehet jó menni. Igen, és nem azon múlt az ő eredménye, hogy most elsőnek, vagy másodiknak, vagy negyediknek rajtolt. Hanem inkább az időjáráson, de majd eljutunk odáig is. A Barum az minden évben egy csodálatos városi szakasszal indul, ami azért volt nagyon izgalmas, mert ugye ez a szuper speciál, ami az EB-ben kötelező az első nap estén megtartani, és általában mindig bele is számít a versenyben. Ez most hosszabb volt, mint két gyorsaság a következő két napon, tehát hogy ez egy igazán fontos szakasz ez a városi, mert elég sokat lehet rajta hibázni, szinte minden évben hibáznak is eleget. Van benne egy nagyon csodálatos ilyen vasúti átjáró, amin nagyon komoly defekteket lehet kapni, végig patkák között mész ilyen parkolókba, de 7,5 kilométer, tehát hogy azért bőven van benne centi. És már azelőtt volt egy óriási probléma, esemény, amivel beszéltem Igorral is természetesen, hiszen pont Cajsék kaptak egy 20 másodperces büntetést késésért, de nem csak ők, hanem másik 11 páros. Tehát az induló szám nem kevés, de amikor azt látod, hogy 12 ember késik egy időellenőző állomásról, mindig lehet tudni, hogy ott van némi kis probléma. Úgy kell elképzelni, hogy ez a nulladik időellenőző állomás, tehát megérkezel ezelé az éjszakai gyorsasági városi gyorsági szakasz elé, bejelentkezel egy időellenőző állomáson, majd van még egy, mert hogy ez egy úgynevezett technikai zóna, ami gyakorlatilag azért van, hogy ott lehet gumit jelölni.
Igor elmondása szerint mindent csináltak, csak gumit nem jelöltek ebben a szakaszban, és ő ezt próbálta intézgetni, hogy Vasis Lósos. És ugye miután fordított sorrendben megy ez a gyorsasági, hogy a nagy sztárok menjenek későn, ez este 11:30-kor van, már egy 3-4 órás késés van, tehát feltorlódott mindenki, plusz 97 millió ember úgy, hogy hát ezeket az 40 ezer ember. Igen, konkrétan 40 ezer ember egész pontosan a pályán, ami egyébként a másik oldalról tök jó hír, viszont például ezt az állomást, ezt nem tudták a rendezők kulturáltan tartani, mert annyira feltorlódott mindenki, meg az emberek is. Azt mondta az Igor, hogy nyilván ő a hibás, mert elcseszte, hogy nem ért oda, de én mindig végig gondolva azért, amikor 12-en hibáznak, köztük másik magyar páros is, akik sokkal többet kaptak, mert a Viszló Csabiék azt hiszem 1 perc 40 büntit kaptak. Hát alapvetően azt gondolom, hogy nem ők voltak a hibások. Tehát hogyha nyilván, hogyha egy technikai zóna módosul, mert ugye az történt, hogy ebbe az 5 perc, mert 5 perc volt a két időellenőrző között, a technikai... Bocs, Frici, ez 70 méter, tehát látod igen, a következőt. Igen, elvitték a technikai zónát, túlvitték az állomáson. A gumijelölést. Igen, a gumijelölést, és kvázi nem szóltak senkinek. Ott volt egy vezető sportbíró, akinek fogalma nem volt, hogy hol vannak a gumijelölők. Mindez korom sötétben. Ott volt az ERC koordinátor, akinek fogalma nem volt. Majd mindenki azt mondta, hogy figyeljetek, mi ezt elszúrtuk, tehát ott ők a rendező, a vezető sportbíró, és mindenki azt mondta, ne izguljatok, ez jó el lesz írva. Igen. És én mondtam az Igornak, én is beszéltem vele, hogy mennyire baromi komoly, hogy a Zeiss ilyen halál nyugodtsága kezelte ezt a helyzetet. Hát mondta, persze, mert egészen vasárnap délutánig úgy volt, hogy ez rendben lesz. Uh-huh. Tehát, hogy én azt gondolom egyébként, hogy EB szintű a magyar rendezés, meg a magyar felügyelő testület is, mert ugyanez van nálunk is, hogy van egy probléma, és húzzák a döntést. Most nyilván ezt egy kis, hogy is mondjam, zöngével mondom, mert hogy ez a legbosszantóbb szerintem, hogy nem tudod, hogy megkapod a büntetést, vagy nem. Ráadásul itt oda eljutott a történet, hogy a Cseh Motorsport Szövetség kiadott egy kommunikét, hogy ők azt szeretnék, hogy az EB sztjuárdok ezt töröljék ezeket a büntetéseket, hiszen az általuk szervezett emberek hibáztak. Tehát nem a versenyző, hogy a navigátor hibázott. Igen. És ennek ellenére vasárnap délutánig kellett arra várni, hogy azt mondják, hogy hát ez így marad. Egyébként meg Igor, baromira megértem, mert odaérsz egy állomásra, van 5 perced arra, hogy gumit jelöltessél, mert ha nem jelöltetsz, akkor másnap reggel még kezet se fognak veled, hanem megmondják, hogy nyugodtan tedd el a kocsit a trélerbe, és menjél innen el. Tehát, hogy igazániból én is keresgéltem volna gumijelölést, őszintén szólva, szóval hogy ez egy óriási hiba volt, úgyhogy szerintem ez megint egy olyan történet, amit remélem a magyar sportvezetés is szemmel kísér, mert ezekből tanulni kell, mert egyrészt kommunikációban ez nagyon rossz. Nyilván, hogyha most látjuk a verseny végeredményét, akkor tudjuk, hogy ez a 20 másodperc ez megváltoztathatta volna a végeredményt is. És hát azt is meg kéne tanulnunk szerintem, hogy igenis el kell vinni a versenyeket nagyvárosokba, és igenis kell csinálni olyan prologokat, vagy olyan szuperspeciált, ahol lehet, hogy a versenyző már 3 órát, de 40 ezer ember előtt autózik. Múltkor ezen vívtunk, emlékszel, és azt mondta, nagyon tartod magad ehhez, igen? Hát igen, de hát látod, tehát egy barom rallinak ez már egy ikonikus gyorságja. Lehet, hogy a versenyzők 3 kört mennek betonpatkák között, és ezért, de olyan embertömegben is olyan hangulat van, és az emberek már annak, csak erre megy ki, hogy ez életbe kell, hogy tartsa a versenyt, úgyhogy szerintem, hát nyilván nagyon sok pozitíva volt, meg szerintem tényleg nagyon jó verseny, de ebből tanulni kell, és remélem most más is nézi az adást. Egyébként szerintem azért is aggályos ez, mikor ennyire húzzák, mert azt is már sokszor beszéltem a felügyelőkkel, ők úgy övesztik, mintha mindenki mindig ugyanazzal a tempóval menne, bármi történik, és akkor utólag rá lehet rakni egy büntetést, mert akkor a helyére kerül. Közben nem, mert ha tudod, hogy van 20 másodperc büntid, akkor ezek a srácok tudnak 20 másodpercet még rátenni, hát meg amire Frici utalt, hogy a végeredményben ez a 20 másodperc, ez egy helyet fixen számított volna, plusz onnantól 3 másodpercen belül lett volna a győzelemhez képest is. Uh-huh. Tehát annyira sokat számított az ott. Így van. Ráadásul szerintem ezzel az a baj, hogy én azt látom mögött, hogy nézzük meg, hogy hogy alakul a verseny, aztán majd hozunk egy döntést, de ez baromira nem ott kéne. Tehát ott egy prompt kell hozni egy döntést, ki volt a hibás, ő volt, vagy mi, ha
bármelyik oldal volt, váljuk a következményt, a döntését, és menjünk tovább. Tehát az, hogy most várjuk, hogy esetleg, mert a CIC mondjuk beesett volna. Akkor könnyebb valahol, a dolog. Akkor azt mondják, hogy ja, egyébként töröltük, mert jó fejek vagyunk ezt a büntetést. Vagy hát, ha beesett volna. Úgyis két percet állt a zárokba, neki már tök mindegy. Igen. Csak itt szerintem nem akarták a végén fölvállalni azt, hogy egy EB futamgyőzelem múljon azon, hogy most ők meghozzák-e a döntést, vagy nem. Igen. Nyilván az első napon, szombaton, ahogy számítani is lehetett rá, az időjárás játszotta a főszerepet. Szintén Igor információ mondta, hogy gyakorlatilag már talán csak a jóistennel nem beszéltek, már mindenkivel beszéltek, hogy milyen idő lesz. Repülés, meteorológia és minden egyéb megvolt. Igen, ez van akkor, amikor telefonon mondják, hogy nem fog esni, bár látok, hogy esni fog, és elhiszem. És elhiszem. És ők is elhitték, kimentek kemény szlikkel, ez majd később lesz egy kis probléma, de az első körben egyébként azt láthattuk, hogy azok a csepilóták, akikre számítottunk is, azok azért kiemelkednek a mezőnyből. Tanulgatnunk kell új neveket, ugye itt van Adam Brezsik, és itt van a Sziteszki is, aki ugye vezeti a cseh bajnokságot idén, eléggé meggyőző fölénnyel, aki egyébként 24 éves, és ha ránézek, ő 40 pluszos, tehát hogy nem tudom, hogy 24, de ez legyen a legkisebb baj, marha gyors a keze. Ott van ugye Ján Kopecky, aki 11-szer nyerte ezt a versenyt, és ebből 8-szor sorban, meg ott van a már korábban említett Szájs. Ők húzogatták be a szakasz győzelmeket, és mentek gyakorlatilag az első körben a lehető legjobban, úgy, hogy már akkor látszott, hogy a defektek nagyon erősen befolyásolni fogják az egész versenyt, hiszen például Brezsik úgy volt benne a top 4-ben, hogy kapott defektet. Márcsik úgy volt hetedik, hogy kapott defektet, az Armstrong úgy hagyta abban a negyedik gyorságinál a rendezvényt, hogy dupla defektet kapott, kicserélték neki etapon, és szépen visszagurult a szervizparba, mert csak egy pót kereke volt. Tehát, hogy azért az látszott, hogy ez a rossz minőség, amit persze ismerünk a Barumról, ez idén talán még jobban majd megtizedeli a mezőnyt. Igen, és hát ugye nem szabad elfelejtkezni Pedőről, aki szintén defektet cserél. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy most nyilván mondhatnám, hogy Hancock nem kapott defektet, de tényleg így volt. Tehát, egyébként nem, mert azt itt ez kiment azzal, meg a már esésők nem. Meg a már esésők nem kaptak defektet, de azt gondolom egyébként, hogy ez inkább szerencsém múlik. Tehát, hogy nyilván ez lehetne egy jó kommunikációval felfogni, ennek semmi köze nincs szerintem a gumimárkához. Egyszerűen ez egy, mint ahogy beszéltünk annak idején a Caleb bukásáról, egy centivel arrébb mész, vagy lejjebb mész. Már jó. És ha még nem is úgy kell, mint a Franceschi, ugye, aki el volt késed, de hát előtte beesett egy árokba. Igen. Tehát, igen, hogy, igen, tehát igen. Hogy azért volt okokozat is szerintem. Úgyhogy ezek apróságok, de nyilván egyébként az itinertől függ, meg hogy mennyire tudod jól feldolgozni, meg hát hozzá kell tenni, hogy azért a cseh versenyzők itt nagyon kiemelkedtek a mezőnyből, és hát az itt a helyismeret szerintem nagyon sokat számít. Tehát látni kell, hogy azok a csapatok és azok a pilóták, akik domináltak, azok mind ott laknak. Igen. Tehát, hogy egy... Konkrétan ezeken a pályákon laknak. Tehát, hogy a Neubauer, meg Larena sem ment rosszul. Meg a Larena sem ment rosszul, de nem tudták fölvenni. A Wagner az egyetlen, aki lépést tud velük valamilyen szinten tartani, és ugye sorban harmadszor fog dobogon végezni, tehát a Wagner valamiért belelát ezekbe a talajokba, de azért neki is nagyon már kokom volt. Az egyetlen, aki nem Vancsi Kresta koprodukcióba készül a kocsija, mert igen. Ugye azt is látni kell, hogy a Brezsik az Kresta támogatott, a Striteszki az Vancsik autó, a Kopeckinek már a Kresta csinálja a gátlóját, és a Vancsik mérnöke ül ott reggeltől estig nála. És félgyári a kocsi, és ő az egyetlen, aki megkapta az új autóhoz a hosszú végáttételt, és be is vallotta. Tehát igen, ezek az autók, ezek nem ugyanazok az eresek, mint mondjuk, ami Jánoséknál van. Így van, úgyhogy szerintem a Wagner teljesítmény egyébként arra ki akartunk majd térni, de hogy ő szerintem abszolút nagyon-nagyon magasra teszi a lécet, és hát évek óta ott van a dobogon. Úgyhogy ezek a cseh körülmények egy picit mások, mint egy normál EB-n egyébként. Volt-e a szombati napon egy buncs nevezetű gyorsasági, az volt egyébként a leghosszabb, ami tartalmazott 4 km kőkemény murvát.
Nem volt ez annyira meglepő, mert amikor bemutatták a pályát, akkor is például a Rally Hungary-vel példáloztak, hogy ugye nekünk is volt ilyen füzérán azért. Sőt, egy Salgurán is van ilyen. Hát nem jó, de mondjuk úgy, hogy az EB mezőny is látott már ilyet, hiszen füzérán azért föl kellett rohanni körülbelül ugyanolyan felületen. Ez elsőre egyébként Kopeckinek okozott benti defekt cserét, a Striteskinek az élen lassú defektet, a Brezsiknek defektet meg forgást, a Maberininek defektet meg 3 perces cserét. És ennek az eredményeképpen már az első kör végére a Zeiss a 18. helyről a második helyen találta magát, mert ő meg ugye nyeregette a gyorsasági szakaszokat. Tehát ebből is látszott, hogy ő is nagyon képben van, plusz az, hogy a többi cseh a hibák, defektek, forgások minden ellenére is annyival gyorsabb a nemzetközi tehát mezőnynél. Tehát nincs érezték magukat csehül, mondhatnám. Igen. És egyébként tényleg, te hülye, te. És akkor kimentek a második körre, amiről már utaltunk is, hogy akkor mindenki meghozta a döntést, hogy vizes gumi vagy slick, és azon belül milyen, tehát hogy kemény, közepes vagy puha. És hát voltak, akik ebből behibáztak, hiszen a 8-as gyorsasági szakaszra az utolsó előttire az előjelzéseknek ellentétben leesett az eső, nem picit, tehát olyan szinten, ugye a Zeiss és a Wagner mentek az első két helyen, olyan szinten, hogy a belsőből a pálya elején nem lehetett semmit látni. Igor azt mondta, hogy nem kell felnézni, mert mindegy volt, hogy kinézel az ablakon. Hát nem. Még ilyenkor egy navigátor. És ez erre kemény szlikkel. Igen, egy ilyen, pont ezt akartam, hogy egy navigátor, hogy jobb nem felnézni, mert egyébként látod azt a teljes bizonytalanságot a másik oldalról. Igen. 4 kemény szlikkel, hát ezért hideg aszfalton is csúszva, nem vizes aszfalton. És ez nem vizes volt, tehát hogy vízátfolyásos, állt a víz. Igen. Úgyhogy, hát figyelj. Kapott is egy 40-et a Wagnertől. Wagnernek volt 2 vizese. A Wagner viszont azzal bukta be, hogy szerintem későn kapcsolta be a páramentesítést, és amikor elkezdett menni a széles gyorsan, akkor úgy lepárásodott, hogy szerencsétlen, próbált ilyen kis lukakon kinézni, amíg le nem fújta, és ennek ellenére ment egyébként egy egészen vállalható időt. Nyilván így Zeiss visszaesett a 4. helyre. És ugye ezen a gyorságin volt még egy csoda, ugye ez pedig Kopeckinek a lecsúszása az útról, aki azt nyilatkozta erről az esésről, erről nyilván filmünk is van, azt Viktor biztos bevágja mögénk, meg van egy gyönyörű fotónk, hogy mennyi maradt a felnéjéből. Azt nyilatkozta, hogy ez Barumon az élete legmelegebb pillanata volt. Pedig hát azért ment egy párszor. Hát és abszolút itt nem lehetett fogni semmire. Ugye egy picit elugratott, és a jobb hátsó kerékkel a fűre érkezett, tehát onnantól még egy kopecki se tud mit csinálni. Azt néztem, ez hogy, ötödikbe? Tehát, hogy igen, ez... tehát azt néztem, hogy nem csak addig forog, amíg nem tudja kontrollálni, hanem utána se tudott egyenesen. Nem, amikor már tudta, hogy vissza akar menni, akkor is az volt, hogy csak nézelődött. Ugye jó óriás mázja volt, tehát figyelj ott. Azt a parkolóautót láttad, ami felé szágul? Igen. Én először azt hittem, hogy az állította volt meg. Volt egy parkolóautó, és hát alapvetően nem sok olyan rész van a Barumon, ahol nincs fa. Igen. És hogy nem borult föl, az is nem tudom mit, mert ugye látod a felé mekkorát kapott, az ugye látszik a képen. Szóval, hogy óriás mezdél volt, de egyébként odáig meg én néztem azt a belső térőbe, tehát hogy nagyon komoly. Egyébként az majd érdemes, aki kicsit szeretne belátni, érdemes egy-két ilyen belsőt, van fönt a neten, YouTube-on is ingyen elérhető, nem csak idénről, a cseh pilótákról a korábbi évekből, mert nem hiszed el, hogy közlekednek. Igen. Tehát, hogy az ilyen nekem, én ugye jönnek vissza a képek, mentünk ott, ismerem a pályák nagy részét, tudom, hogy én hogy mertem elmenni, és nem értem, hogy ők mit csinálnak. Tehát, hogy jó, de ez az, amiről beszéltek, hogy fejből van meg. Tehát akkor is tudja, le kell kormányozni, hova, de borzasztó. Attól még el kell hinni. Igen, hát borzasztó. Ez, valószínűleg ezt már párszor legyakorolták. Egyébként Kopeckinek visszatérve azt gondoltam, hogy ő ugye nem kezdte olyan nagyon jól a versenyt, de általában ő is úgy szokta csinálni, hogy nem kezd be az elején. És látszod, hogy jön föl, és nyilván az a defekt ott egy kicsit ott megpecsételte a történetet, de ő se adta föl, és jött folyamatosan, úgyhogy innentől ez az eredmény, amit ő hozott, és hát a végig gondoljuk, hogy tehát most a 9. év volt az első év, amikor nem nyert, mert ugye 8-at nyert Zsinórba, 11 összes első helyéből. Én azt gondolom, hogy ez nem csorbított semmit az ő sikerszériáján, úgyhogy nagyon jó versenyt futott ő is. Aki előtt le a kalappal, nyilván egy picit később indult, és már ezt a hatalmas esőt nem kapta meg, csak a maradék vizet meg kis esőt, az ugye Dominik Stiteski, aki vezette már akkor is a versenyt, viszont ezen a pályán rugott nagyon bele a többiekbe, ő ugyanúgy slickkel volt kint, csak nem keménye, hanem közepessel, és ő azzal meghágott mindenkit, és azért az nem mindegy. Tudni kell egyébként a Hankook gumikról, hogy a közepes abrony szerintem az, hát én azt gondolom, hogy közepes
keverékben a legjobb abroncsról beszélünk, és a legszélesebb tartományban is működik. Aha. Tehát, hogy egész hűvöstől az egész melegig nagyon jó. Én azt gondolom, hogy a kemény abroncs az nem annyira jó, mint a közepes abroncs. De amikor láttam, hogy vízfolt, víz, illetve másnap ugye vízzel kezdtek, akkor én gondoltam, hogy a hangkokos autók azok elő lesznek, hiszen a közepes keverékük nagyon tág spektrumban működik, illetve a vízes gumi is nagyon jó. És aztán nyilván, amikor meg melegszik, akkor van egy pici hátrány, tehát hogy ugye mindig arról beszélünk, hogy melyik a legjobb gumi, szerintem baromira nincsen, hogy a legjobb gumi. Olyan van, hogy az adott körülményre van egy legjobb választás. Igen. És egyébként a Neubauer megpróbálta azt, hogy Michelin Pirelli keverék elment, amit azért nem értettem, mert hogy az konstrukciájával is tök más. Az egyik az igazából az oldalán fordul, a másik egy keményebb abroncs, tehát ez hogy gondolta? Tehát lehet, hogy ez volt a kamionban. Nyilatkozta a végén, kérdezték, hogy crossba vannak a gumik, azt hagyja, hogy crossba, de még márkában is crossba van. Ja, egyébként nagyon érdekes volt, mert nagyon különböző, ugye, hogyha még arrébb lapozol és nézzük a másnapot, akkor tudunk arról beszélni, hogy ugye reggel már nem esett, de baromi nagy eső volt éjszaka, és hogy ki milyen gumistratégiával ment ki. Alapvetően az alapkonstrukció az mindenkinek az volt, hogy vagy 4 szupersoft, vagy 4 vizes, és 2 szupersoft, vagy 2 közepes. Ehhez képest a Kajszék kimentek 3 vizes, 3 közepes opcióval, tehát az, amikor úgy azt gondolhat, hogy soha nem lesz jó a kocsi, és mégis ők voltak. Hozta az eredményeket. És de egyébként a Brezsik meg például beletalált abba, hogy ő meg kiment csak vizessel, és ő ezzel alá is írta, hogy már nem tud vívni a győzelemért. Igen. Hát igen, mert... Még azt mondjuk-e, bocsánat, visszatérve az előző nap végére, hogy azért az utolsó gyorsot, ezt a murvát tartalmazó buncsot, azt akkora volt az eső, hogy ezt el kellett törölni, küldtél is be a csoportba ilyen, hogy eltűnt az út. Meg sem is ült. 40 centiméter árkokat mosott ki a víz. Nagyon durva. Meg hát fák dőltek ki, meg mit tudom én, úgyhogy... Azt elengedték. Igen, és akkor vasárnap gyakorlatilag, ahogy Frici is mondta, azon múlt nagyon sok, hogy ki hogyan gumizott reggel, és rögtön az első szemetinen már Zeiss és Tritetsky is kapott lassú defektet, és a Franceschi, akiről eddig még nem nagyon beszéltünk, ő egyébként ott volt így a 6.-7. hely környékén, tehát egy nagyon erős pontszerzésben, főleg úgy, hogy a legnagyobb ellenfel a paddon ugye defektet cserélt, meg nem is ment annyira jól, tehát ő nagyon hátul volt kívül a pontszerzésből. Ezért a bajnokság szempontjából a Franceschi elképesztően jó helyen állt. Na, az első szemetinen benyert egy egyoldali dupla defektet a két pótkerékre, és ugye egy gyorsal később Pindulán pedig az utolsó kanyarba, hogy Fritz is még korábban említette, beesett egy kicsit az árokba, nyilván azért, mert már defektes volt a jobb eleje, és szerencsétlennek ez két kanyarral a vége volt, és előtt volt, és hát elbőkne magát menet közben, mert tudta, hogy ott vége van mindennek, és ugye így ő semmiféle pontot nem tudott szerezni, mert már a Powerre sem tudott odaállni. Tehát ez a legnagyobb bukta, amikor vasárnap esel ki. Hát igen, meg hát pont azt nézegettem, hogy tök jó, hogy kinyeri a verseny, meg mit tudom én, de van a mezőnyben egy pedon nevezetű csávó, aki azért baromi ügyes, meg jól megy. Viszont az elmúlt versenyeken, ugye beleértve a Barumot is, folyamatosan sztoriba van. Tehát, igen, és általában defekt sztoriba nem adja neki, állandóan defektet igen. kap, igen. állandóan valami pici kis ütés, de ettől függetlenül vezeti a bajnokságot, mert hogy végig küzdi. És ott van, és akkor még a Poveren tudott jönni, azt hiszem, a harmadik időt. Úgyhogy valami pontokat gyűjtöget azért, és igen. hát annyira igen. keresztbe öri mindenkit, hogy vezeti a bajnokságot. Nagyon durva egyébként, hogy a Stiteski még ezen a korábbi Pindulán is kapott egy lassú defektet, és a Szemetinen második körbe, tehát az utolsó körbe a cél után forgott, és letolatott a stoppig. Ilyet te is tudsz. Ja, nem, én tetőn érkeztem a célba, de, vagy a cél után, mindegy. Belaza. Belaza. Szóval, hogy azért összeszámolva a Stiteski amellett, hogy megnyerte a versenyt, volt 3 darab lassú defektje, meg forgása is, és egyébként az összes többinek is. Tehát, hogy annyira... Akkor az előbb, amit beszéltünk, hogy nem lehet a hangok a defektet, azt hagyjuk is, mert hogy hát csak de várját, csak 3-at, mondjuk. De mindegyiken kijött lábon, és nem vesztett velük annyit, hogy probléma lett volna. Tehát azért az nem mindegy, hogy nem lefordulok elég. Ennyire értünk hozzá. Ennyire értünk, persze. Nem, csak hogy az van, hogy ezek a csávok is azért mennyire a margón mennek, hogyha ennyi probléma van mindegyikükkel. Mert látod, Kopecki is kapott, a Brezsik is kapott, a Szitesztik is kapott,
a Cajs nem kapott, ő beszívta a vizet. Igen, azért tudni kell ezekről a fiúkról, hogy ezek nem így, nem úgy történt, hogy év elején ők kitalálták, hogy ők elkezdenek versenyezni, és itt vannak a Barum elején. Tehát a Brezsik az elmúlt két évet, amit végig szervizeltünk kvázi kint a cseh bajnokságba, a Brezsik minden egyes versenyen, akár a Liba Gergetőtől kezdve, akár egy minisprinten, akár a cseh bajnokságon, mindenhol ment elrötössel. Tehát, hogy olyan kilométeres tapasztalat van bennük, attól függetlenül, hogy fiatal srácokról beszélünk, meg olyan támogatás van mögöttük. Tehát, hogy beszéltünk erről a két nagy ikonikus névről, ugye a Vancsikról, meg a Krestáról, ugye a Krestát nem kell bemutatni, a Vancsik meg az összes Skodába csinálja a Skoda gyári motoroktól jobb motorokat. És ebből van azért elég nagy háború is. Evo 3. Hogy azt gondolom, hogy olyan támogatást tesznek ezek mögé, a fiatal srácok mögé, hogy elképesztő. Tehát, hogy mondjuk a Vancsik nem adja ki a kocsit másnak, mert ez az autó az arra hivatott, hogy megnyerje a cseh bajnokságot, amivel jó irányba mennek, igen, csak közben nyertek egy EB-t is. Tehát, hogy itt egész itt van az utánpótlás nevelés, vagy utánpótlás gyártás, ami nálunk azért hiányzik egy kicsit. És láthatóan működik, mert egyébként azt gondolnád, hogy egy Kopecky, aki tényleg tehát űrlény, azért volt szerencsém, meg neked is eleget menni ellene, már akkor is űrlény volt, és tehát ő nem öregszik, mert még mindig rohadt gyors, és igen, felneveltek melléjük egy ilyen 20 eleje korosztályt, akik meg legalább olyan gyorsak, sőt, a mellékelt tábla szerint abszolút, még egában is akár gyorsabbak. Sőt, tudnak igen, gyorsabbak lenni. Igen. Hát most nyilván itt a Zeissről már nagyon sokat beszéltünk, de azért ő 8 gyorságit nyert. 14 megtartottból 8-at behúzott a csávó. 8-at nyert, azt hiszem 2 lett második, a többit, többi meg hát... Vagy eső volt, vagy beszívott. Igen. Igen. Igen, de hogyha csupán a pure tempót nézzük, akkor neki magasan kellett volna nyerni a versenyt. Magasan. Hát a Power Stage-et olyan szintű különbséggel nyerte meg, hogy nem értettem, hogy az hogy lehet kiautózni. Mert ugye a Power úgy volt, hogy Zeiss, Wagner, Paddon, Máres, Márcsik. Itt még egyébként Márest is meg kell említenünk, mert ő volt az egyetlen, aki Toyotával lépést tudott tartani. Márcsikot meg azért kell megemlítenünk, mert azt múlt héten mondtam, hogy visszakapta a pontjait a Kanáriról, a elvett pontokat. És ezáltal ő is benne van most már a bajnokság harmadik, és benne van abban, hogy van esélye a bajnokságban, és egyébként ez akkora nyomást helyezett rá, hogy amikor a Franceschi kihullott, a csávó olyan szinten esett vissza, mert hirtelen megérezte, hogy be kell érjen, és addig marha jó időket ment, és az utolsó körben meg nagyon gyengéket, ezért menő, hogy még tudott egy pontot menteni a Powerről, de pontosan, ahogy mondta a Paddon, egyébként meg ugye 3-at mentett. Úgyhogy marha izgalmasan alakult a vége, és 3 játékosos lett az EB, míg a maradék 2 futamra. És ugye úgy alakult akkor a vége, hogy Sliteski, Wagner, Zeiss, Brezsik, Máres és Larena. Larenáról se beszéltünk, ő volt a másik, aki számomra most pozitív csalódás. Ugye azt szoktuk mondani, hogy egyáltalán nem értjük, hogy hogy lett 22-ben Európa bajnok, de most nagyon jó időket autózott, és konstansan, mondom ezt úgy, hogy mondjuk 6.-7. hely, de az ebben a mezőnyben az iszonyat jónak tűnik, hiszen nem csekként, csak a Wagner volt nála gyorsabb. Igen, hát igen, ő nekem ilyen szürke eminenciás, amit erről beszéltünk, és ez nem bántás. Igen. Hát úgy én nem érzem benne azt a kiugró cheat, vagy hogy mondjam, de ő nagyon, nagyon látványosan, hogy is mondjam, aláírja azt az elképzelést, hogy ott tudsz menni az első 5-be, 6-ba, és abból lehet egy nagyon jó eredményt abszolút építeni. Abszolút, előbb-utóbb kihullanak előled, igen. Így van. Igen, 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 igen. Extra kérdések. A top 10-ben van egy darab Hyundai, a kieséseknek köszönhetően egyébként nem lett volna közte, és már is egy darab Toyotával, és az összes az Skoda RS, tehát az új. Ez mi a kérdés? Figyelj, ugyanez visszatele megvolt, amikor Burván meg, míg ment minden Toyota, addig csak a Toyota. Mondjuk, tegyük azt hozzá, hogy ha van gyár, aki rá tud készíteni, ugye ez egy Skoda verseny. Tegyük hozzá, hogy igen, ez egy extra hely, igen. Extra hely, ugye, a legtöbb adatot futómű beállításba, gátló setupba a gyár erről a környékről szerzi. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy itt, ha egy átételt, vagy végátételt, lehet, hogy ide gyártják a kocsit. Tehát, hogy azért sok minden lehet. Meg hát
Nagyon iszonyatos jó a marketingje a Skodának, hiszen bele tudnak olyan fiatalokat ültetni a kocsikba, akikről tudjuk, hogy a leggyorsabbak. Igen. Tehát ha megnézed a VB-n is, LB-n is a top VRC2-es vagy RC2-es pilóták mind Skodával mennek. Igen. A többiek azok meg próbálkoznak. Én nem lepődnék meg azért, ahogy Fricu mondja, egy gyárni mérnök végigment volna az összes számukra fontos versenyzőnél, és akkor figyeltek ezt a setupot kell. Milyen gumit használt? Ezt az biztos, hogy jó. Mondjuk, aki kétféle márkával jött. Igen, meg valószínűleg főleg náluk marha fontos az, hogy egy Barumot Skodával nyerjék. Igen. Hát igen. A másik érdekesség, ugye Fricu mondta ezeket az extra autókat, marha jó volt nézni a belső kamerába, és ez csak egy ilyen apró érdekesség, hogy az új RS az úgy érkezik, hogy egy lapos vízszintes kormány van benne, mert ugye a közepén van ráékelve a kapcsolórendszer. A Striteskinek már 45-ös kormánya van, ott már ilyen hosszított csavarokkal van felfogatva, de a Kopeckinek meg 90-es, tudod, a legmélyebb, és gyors kötözővel van rajta. Olyan kellemetlen, és hogy mély kormányon megy, mert olyan magas, hogy kell neki a mélyített kormány, és gyors kötözővel van fönt a középső izé. Tehát, hogy minden, milyen apróságokra figyelnek már. Hát meg az súly, a csavar az súly. Igen. Hát ugye én azon meglepődtem, amikor valamelyik laptimingra egyszer ugye a Puska elhozta az új autót, és úgy, hogy előtte ment, vagy a Mikkelsen, vagy a Kisztolberg, és ideadták azt a kormányt, amit ő használ. És teljesen más volt a feeling, ahogy ülsz a kocsi. Nekem nem volt jó helyen, de akkor is egy hogy ez olyan hát volt, annó azt egyszer mesélte a János, hogy amikor a Solbergnek adtak kocsit, akkor úgy jött a papír a Skoda Motorsporttól, hogy melyik üléstartóval, melyik pozícióba, hova. Igen, és a kormány. Az utolsó szögig minden. Nagyon durva. Úgy állunk pontokban, hogy Paddon 95, ugye Franceschi maradt 82, nem szerzett, és Márcsik 72, tehát igazán 23 pont van a harmadik helyezett meg az első között, és ugye most megyünk Angliába, aszfaltra, ahol a Paddon nyert már egyszer korábban, és a legvége meg Szilézia, aszfalt Lengyelország, ahol meg a Márcsik az úr. Úgyhogy azért is gondolja, hogy neki van bármi esélye is, mert hogy van egy olyan verseny, ahol ő van a legjobban képbe. Ráadásul ez a legutolsó, tehát hogy akkor vagy a legjobb helyzetben, mert már tudod, hogy mi kell ahhoz, hogy meglegyen. Én azt prognosztizálnám, nyilván ez nem erről szól, de hogy a Márcsiknak szerintem esélye van a második helyre, de én azt gondolom, hogy a Paddont, mivel hogy én azt gondolom, hogy nagyon jól fog menni Angliába, ezért nem gondolnám, hogy meg lehet verni. Én végig jobban tippeltem a Franceschire, de most már sok az olyan apró hiba, amit még Magyarországon megúszott, hogy egy borolás után még ott tudott lenni, de most már nem ússza meg ezeket az apró hibákat. Hát látszik, hogy valahogy mindig egy kicsit rá túlfeszíti a... Gondold el, hogy idézőjelben a semmiből ez mekkora nyomás lehet neki, hogy Európa bajnok tud lenni? Értem, csak hogy akkor is. Tehát néha, mikor azt látom, amikor nem szükséges, akkor is túl nagy kockázatot vállalás most. Mert simán be kellett volna jönnie, és akkor egy gyorsan hibázik két barom. Hát a dupla defekt az óriási hiba. Igen. Meg hát róla tudni kell, hogy ő abszolút nulla anyagi háttérből érkezik, ami szerintem egy fantasztikus dolog, ugye őt azért a lő támogatja, megpróbálja menedzselni. De hogy volt arról szó, amikor kiderült, hogy lesz ugye idén évelején a Veszprém, akkor ő megkeresett minket, hogy ő neki kedvenc kocsi egyébként a Polo. És menne Mikuláson. És hogy menne Mikuláson. És azért nem jött össze a deal, mert nem is az egyedi dolgok voltak a kérdés, hanem nem engedték el a munkahelyéről. Aha. Tehát, hogy ő nap mint nap dolgozik valahol, nyilván ezt nem mondta el, hogy hol, de mondta, hogy úgy van, hogy nem nagyon van a szabadság a sok versenyzés miatt, és hát nem engedik el, és ezért nem tud eljönni. Tehát, hogy... Mondjuk ebből a helyzetből még melegebb az, más, hogy hol van. Más, mint egy Eriken mondjuk, aki... Igen. Vagy mint egy Paddonon, ahol, akinek ez a munkája. Ahol egy giga cég van apukának, és egyébként Red Bullt támogatott, és szerintem csak azt kell kitalálni, hogy hova tegyék a büdzsét. Abszolút. És nem az van, hogy Toker indul a következő versenyen. És azért ez a sok hiba, ez egyik se olyan, ami egy eurós mutatvány. Tehát, hogy azért itt be kell csengetni a passzával. Eriken, ugye én már régen mondtam neked, hogy már régebben láttam, főleg miután beszéltünk Igorral is, hogy annyira látszik, hogy erre készítették fel. Tehát nem csak a háttér iszonyat jó, hanem ahogy nyilatkozik, ahogy viselkedik, ahogy ezeket a nagy nyomásokat ahogy beszél angolul. Igen. Mert hogy egy pech nem tud beszélni. Semmi. Egy büdös szó, azt tudja mondani, hogy thank you. Nem, semmit. Elmondja, csehül a szó.
Láttunk már ilyet. Persze, de egyébként meg igaza van Janinak, hogy az Erik elképesztően fel van erre építve. Nem véletlenül a Skodának idézőben gyári versenyzője, és meg a Red Bullnak is, ahogy mondtad, igen. Tehát amikor beesnek, valamint kiesnek, vagy vannak ilyen, akkor is látod, hogy így leszáról az egész, és ő csak megy. Meg egyébként tudja, hogy nem köpködünk, nem csapkodunk, igen, nem kurvanyázunk, tudunk nyilatkozni angolul, elfogadjuk, a 20 másodperces büntetésen a nyakamon megyek első időket. Így van. Az óriási. Ez nagyon. Ez egy versenyző jellemre is mutat egy tükröt, hogy ezt lehet így is. Igen. És ebből lehet, hogy nekem is tanulni kell néha menni. De tényleg, hát... Ebből mindannyiunknak egyébként. Ez nagyon más. Nem. Másik. Ő ki. Kihozta. A másik meg, hogy tényleg ez egy olyan generáció, ami nálunk nincs egyébként, akik ki vannak nevelve és célirányosan. Tényleg, amit mondtál, hogy olyan Skoda támogatást kap. Lehet, hogy én nem tudom, hogy mit kap pontosan, nyilván óriás Skoda felirat van a kocsin, de azt tudom, hogy az összes fejlesztési tesztben ő ott van. És ezek óriás dolgok, mert hogy iszonyatos mennyiségű kilométer. Ingyen kilométer pontosan, ráadásul a legújabb technikával. Ott volt László Martin is újra RS-sel a nagy esés után, és idei legjobb játék 11. helyet hozott, ami azt gondolom, hogy megsüvegelendő. Akiknek viszont nagyon-nagyon kell gratulálni, az RC 4-es mezőny, tehát a kétkerekes mezőnyben a két magyar srác, ugye Bertalan Marci és Herczig Patrik, akik gyorsan kiszámoltam, hogy az összes megtartott gyorsaságiból összesen kettőt nem ők nyertek meg. Egymás között szépen elosztogatták, és egyébként Herczig Patrik magabiztos 48 másodperces előnyen nyert a lokál driver a cseppolások ellen. Ugye mindketten Peugeot-val, HRT-s autóval, ráadásul úgy, hogy a Patrik autójában a teszt után cseréltek motort, mert megállt a fiúk, tehát hogy azért a HRT is kitett magáért. Elképesztően jól autóztak, és egyébként az abszolút mezőnyben is Patrik, ha jól emlékszem, 21-22. Helyen van, tehát hogy azért megcsavarta az órát pár rally 2-es autónak is, úgyhogy le a karappal. Igen, szép eredmény. Igen, az nagyon durva. Azért barumot és nyerni... És Marci meg harmadik, igen. Barumot nyerni azért az nem pite. Úgyhogy marha izgalmas verseny volt, és ahogy mondtuk is, a folytatás majd szintén aszfalton Angliában. Volt VRX-RX Belgiumban, Mettetben. Ugye természetesen a VRX miután kevés futama van, ezért egy hétvégén két versenyt bonyolítottak, ahogy szokták. Meglepő módon most, hogy száraz volt a körülmény, most nem voltak annyira a villanyok hátrányban, de ez... Ne röhögj! De ez egy... A villanyok. Jó, tehát az elektromos meghajtású autók. Villanyok. Nem. És egyébként nagyon kijött az most, hogy végig tudtam követni az élő közvetítést ezt is egy hétvégén keresztül, hogy most a rajtból nagyon látszott a különbség, tehát gyakorlatilag, amikor össze lehetett mérni benzines meg villanyhajtású autót, minden egyes rajtnál nyertek az elektromosok. Tehát most azért, amit eddig prognosztizáltunk, hogy a rajtban majd erősebbek lesznek, és a súly miatt majd bizonyos helyeken szarabb, az teljesen látszott, viszont nem volt rossz idő, ezáltal végig versenybe tudtak lenni egymással, tehát a Christofferson nem tudott annyira kimagasló lenni a hétvégén, de tegyük hozzá, hogy ez egy olyan pálya, ami kilóg egy picit az Európa-bajnok is, vagy a világbajnok is sorozatból, mert ennek 40%-a puha homok, tehát nagyon kimélyül, szakadt le minden, és állandóan mindenki defektet kapott, tehát még ha elől mentél se volt biztos, hogy megnyered, mert még akkor is be lehetett bukni az 5 kör alatt a defektet. Ennek köszönhetően egyébként Timi Hansen nyerte az első napi versenyt, Weiby előtt, mert hogy a Christofferson 2 körrel a vége előtt a második helyen defektet kapott, és olyan szépen tartotta föl a Kevin Hansert meg a Weibyt, hogy csak a Weibyt engedte maga elé, és ki tudta tartani defektes kocsival, hogy majdnem bejött harmadiknak, csak az utolsó kigyorsításon pár ezreddel verte meg a Kevin Hansen, úgyhogy igazándiból a csapatnak marha jót autózott a Christofferson, és így lett negyedik. Aki egyébként a szombatot végig szívta, az pedig Niklas Grönholm volt, mert ott valami elektronikai probléma volt már a warm-upnál a kocsival, és szerencsétlen... Az elektromosban? Aha. Hát milyen probléma lehetett volna? Miért? Azt képzeld el, hogy... Elpukkant egy gázolajcső, vagy... Én nem tudom, de azt képzeld el, hogy nem tudták megcsinálni, és szerencsétlent, én biztos, hogy fővágtam volna az ereimet, odarakták az összes rajthoz, hogy most... Most lesz jó, most figyelj! És ezt látta két héten, meg egy semifinalen keresztül, és azt hiszem egyszer el is tudott rajtolni, de kétszer még is tudott a rajtól. Tehát, hogy az olyan szívás volt. Aztán éjszaka megcsinálták...
és a vasárnapi verseny ez egy picit tisztában sikerült, kevesebb defekter és ütközéssel, ott tisztán nyert a Kristoffersson, Kevin Hansen és Weiby előtt, és ott Niklas Grönholm a negyedik helyen végzett, úgyhogy egyébként izgalmas volt nézni, független attól, hogy 8 autóról szól továbbra is, tehát hogy minek van szükség a hitekre, azon kívül, hogy adnak érte pontokat, nem igazán értem. Azért, hogy Hansen gyerekek minél többször neki tudjanak menni. Ne legyen hiszti. Meg tudjanak sűrűen. Ne legyen, de van, az így is van. Így is van? Persze, hogy nem. Ami viszont számunkra sokkal fontosabb, az ugye az Európa-bajnokság, abból is a Supercar mezőnyben egy elképesztően nagy magyar kontingens van, gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy a magyarok tartják az Európa-bajnokságot Supercarban életben. Így van, tehát ha nem lennek magyarok, nem lenne futam. Konkrétan nem lenne futam. 4 bejutottak szemibe, és Koncsek Zoli nem jutott be a döntőbe, nem azért, mert nem ment jól, hanem neki is ott ilyen technikai problémái alakultak ki, pedig nagyon jól tartotta magát egész hétvégén. Viszont 3 bejutottak a 6 döntőbe. Azért azt gondolom, hogy a Supercarban nagyon menő. Egy elég sima Patrick O'Donovan győzelem lett, Belevsky a második, Benyó Máté szokásához, most már mondhatjuk, hogy szokásához híven 3. lett, hiszen ugye Nyirádon is 3. lett, tehát megszerezte a 2. dobogóját. És Moser Mark tartotta még a Forddal nagyon jó magát, és az utolsó jokerezéses körében hibázott bele, így ő lett az 5., és Kislaci pedig a 6., aki egyébként még 7 is tudott nyerni, tehát iszonyat jól ment Kislaci végig, de saját hibából neki baszhagyatódott a partoldalnak, illetve neki ütközött, ez a szó, amit kerestem. Neki ütközött a gumifalnak, és a saját... Én teljesen el vagyok határolódva, ez a stílus már tényleg. Szóval, hogy sérült a kocsi, és ezért csak 6. tudott lenni, viszont le a kalappal a magyarok előtt, mert nem csak ez a 3 ember, aki döntőbe jutott, hanem az összes többi magyar a 2 napnak a hétfutamjai alapján nagyon-nagyon ott vannak az elejében, úgyhogy Supercarban nagyon erősek vagyunk, és nyilván gratulálunk Máténak az újabb dobogóhoz, aki ezzel egyébként pont egyenlőséggel 4. a bajnokságban, tehát a 3.-4. helyen van pont egyenlőség, 77 ponttal. Meg azon mondjuk, hogy sokkal nagyobb szám, mint itthon 3.-nak lenni, mert azért azt a pályát nem gyakorolhatta be meg. Hát meg azért a mezőny is egy picit erősebb, tehát oké, nincsenek sokan a magyarokon kívül, viszont aki van, azok azért nem puha fiúk. Hát gyorsak, igen. Hát nagyon jó kocsik. Illetve hát a Kovács Saminak meg nem sikerült. Ugye Super 1-6. Super 1-6, igen. Neki meg szerintem újra kell építeni a kocsit, mert a rajt után belekeveredett egy olyan balesetbe, ami nagyon ritkán semmi történik. Köze nem volt hozzá. Semmi köze nem volt hozzá. Egy autó neki ment a palágnak, és hogy visszapattant, és ami beleakadt a bal elejével, úgyhogy hát sajnáljuk, hogy nem is tudta folytatni a hétvégét, úgyhogy hát gondolom rá kellett egy kicsit számolni a Skodára. Az is miért kellemetlen, hogy bejelentették, hogy ugye nem tudja folytatni, mert... Sajnos. És még a semifinalre is fő volt írva a neve, mert ott is olyan kevesen voltak Super 1006-ba is. Ugye ezt meg sajnáljuk. Ezt meg nagyon-nagyon-nagyon. Egyébként RX3-ba is szokás szerint a másik jó magyar versenyző, ugye Körmöci Balázs meg végig ott volt, és a semiben, hát mondjuk azt, hogy megölték a többiek, meg kapott egy defektet, azért nem jutott döntőbe, de továbbra is még a helyiek elmondása, meg a közvetítők elmondása is szerint is az egyik leggyorsabb egyébként Super 1-6-ba a Volkswagen Polóval, úgyhogy Balázs nagyon sajnáltam, mert néztem a szemét, hogy túl tud-e jutni rajta, és 4. helyen végzett egyébként, tehát majdnem még így is defektes széthullott kocsival bejutott a döntőbe, úgyhogy végül is 7. helyen végzett, és 5. a bajnokságban, úgyhogy marha izgalmas volt ez a belga hétvége is, és Portugáliában folytatódik majd a bajnokság, azt is figyeljük. Viszont volt magyar rallycross bajnokság is, amiről helyi beszámolót tud tartani, a mellettem nektek jobbra látható utazó szakértő ügynök, Mr. Lakóbusz, maradjuk csak így. Utazó ügynök. Azt mondta, hogy 40 fok volt. Hát Greinbach szép hely, meg minden, de hát egy beton dzsungel közepén állsz, és hát ugye nem volt nagyon hideg, mert rohadt meleg volt. De jó, de figyelj, jó volt egyébként, szerintem a magyar pilóták egyébként abszolút domináltak, tehát osztrák bajnokság ide vagy oda, azokba a kategóriákba a magyarok indultak, ott vitték a prímet. Nyilván én a hibrid RX Suzuki kupára fókuszáltam teljesen. Úgyhogy ott a 6 mezőnyben most érkezett, ugye 6 autó van, és hát 4 magyar pilóta megy általában fixen, és 2 váltogatják egymást. Most kvázi napi licenszel 2 osztrák fiú szállt be. Az egyikük egy többszörös rallycross bajnok, ő nagyon elkezdett dominálni, de Herzoli nyert. Lotti így 3. lett, de
kvázi a bajnokság miatt. A magyar érték második helye. Így van, úgyhogy én ezért büszke voltam, nagyon meg jó volt. Viszont ami mellett nem lehet elmenni, az a szuperkár döntő, ahol én azt gondolom, hogy olyan dolgok történtek, ami igazából egy roncsderbire hasonlított a sztori. Ugye beszélgettünk itt Höller papáról, mindig Höller papázta, Alois Höllert, aki alapvetően egy idős tiszteletre méltó bácsi, aki egyébként itt ezt a pályát nagyon vágja. Tehát, hogy jól is megy rajta az autója, nagyon, nagyon erős fókusszal megy. Nyilván Antal Pisti győzelméhez nem fért kétség, mert hogy baromi jól ment, meg hogy azért az öreg azt nem tudja ezt a tempót. És igazából azt gondolom, hogy másik tempója se tudta, az egész egy ilyen feszült sztori volt, nyilván mindenki nézte emiatt, de hogy ezt nem volt jól látni azt, hogy már rajtnál bemozdult az öreg, akkor először a Pál Krisztiánnak mutatták be a két Jokert, akkor elkezdett mindenki ott üvöltözni. Hogy nem is ugrott ki. Hogy mi? Akkor oda ment az ember, mutatta, hogy nem te két Joker, hanem te két Joker. Az miért megnyugtató lehet egy döntő előtt, nem? Álltunk, és mondom, mi csoda? Tehát, hogy ez mi? Tehát, hogy érted, nem az, hogy na mindegy, az egész gáz volt, majd elrajtoltak, tehát a Höller az egyből kitette a Pál Krisztiánt, majd kiforgatta a Kotán Petit, majd elment a második Jokerre, utána utolért, nem tudom, aki előtte volt, annak neki ment. És az lett a vége, hogy komoly anyagi károk keletkeztek egyébként, tehát a Kotán Petinek az ütközéstől eltört a kormány összekötője, meg a csonkálvány, meg a minden, ő ennyire belesodródó, de mondhatjuk azt, hogy szétütötte a bírói poszt melletti gumifalat, tehát én azt néztem, hogy a bírók már azon menekültek, hogy most arra szaladjunk, és biztos meghalunk, vagy maradjunk itt, és lehet, hogy kérdőjeles. Tehát, hogy figyelj, én azt gondolom, hogy az egész egy ilyen nagyon, nagyon rosszul sikerült döntő lett, rengeteg, tehát a Höllert azt egyből ki kellett volna zárni, ehhez képest bejött, harmadik lett, hát ott a boxban, ami fogadta, az nem az osztrák-magyar barátságra volt jellemző. Kicsit inkább a monarchia, nem? Igen, de nyilván szerintem mindenki kultúráltan viselkedett, ő röhögött mindenkinek bele az arcába, szóval, hogy én azt gondolom, hogy ez úgy elvette az egésznek a szépségét, úgyhogy ez nem volt jó, de egyébként a magyar versenyzők meg szerintem szuperül működtek, meg jók voltak a részeredmények. Nekem az volt egyébként az izgalmas, hogy még így is volt 10 szuperkár, hogy egyébként tudjuk, hogy ezen a hétvégén egy x darab magyar az EB-n ment szuperkárral. Tehát, hogy most már tudna lenni egy nagyon masszív magyar mezőny, csak hát a legtöbben az EB-t választják. Vagy többen választják az EB-t. Igen, tehát, hogy az osztrák bajnokság is egy nulla egyébként most a magyar rallycross mezőny nélkül. Tehát ezt ki lehet mondani, és ennek ellenére szerintem nem úgy kezelték a magyar indulókat, mint ahogy kellett volna szerintem. Tehát főleg így, ha egy öreg osztrák szétüt mindenkit, aki megy a kategóriába. Az... De tényleg, tehát ez az annyira felesleges volt, tehát hogy aki, és ez már ez ilyen düböl ment. Uh-huh. És szerintem ez nem oda való. Tehát, hogy hát én azért lehet, hogy eltiltanám mondjuk egy fél évre kicsit gondolkozni. Igen, ez a bosszúból sosem jó. Még egy EB, hegyi is volt a hétvégén, Svájcban, ahol ugye szintén érdekeltek vagyunk, Nagy Norbi révén. Ő végül 6 másodperc lemaradással a második helyen végzett az ötös kategóriában, továbbra is az a kliós ellenfél, az ellenfél, aki mindig. Nyilván ez pályafüggő, sok-sok interjút nézek a Norbival, és mindig elmondja, hogy van, ahol a BMW jobb, és van, ahol a Clio, és gyakorlatilag ők már, mikor mennek egy versenyre, tudják, hogy mi lesz az eredmény, ha csak simán végigcsinálja, mert hogy tudják, hogy mely gyors részeken, milyen jellegű kanyarokban, milyen emelkedési szintén, melyik autó a jobb, de még mindig ő vezeti a bajnokságot, ennyit tudok. Igen, figyelj, tényleg az van, hogy a pálya jellegéből ugye ki lehet következni, melyik autónak lesz az inkább jó, ugye egy időjárás tudja egy kicsit ezt megzavarni, de ott is, hogy már volt olyan, ha jól emlékszem, hogy ugye elvileg az első kerekes autóval
jobban fel tudsz menni vizen, de Norbi meg marha ügyesen megy a hátsó kerekesse, tehát ott is volt olyan, hogy ez nem feltétlen igaz, hogy megzavarja az időjárás. Úgyhogy tényleg az van, hogy gyakorlatilag be lehetne skálázni, ha egyikük se hibázik, akkor majd a végén nem tudom, hogy jön ki a matek, de én úgy számolom, hogy azért Norbi fog nyerni. Egy-két hétvégét így elengedhet, hogy most hogy hát a meg, második. Tehát meg be kell húzni a második helyeket, igaz, tehát az nagyon fontos, hogy ne hibázzál, az nagyobbat. Az a lényeges, hogy ne feszülj rá, amikor tudod, hogy ki fogsz kapni 2 másodpercen minden egyes felfutáson, akkor ne feszülj rá, hogy azt a 2-t valahol visszanyerem, mert nagyobb a baj, ha kiesel belőle. Igen. Tehát, hogy ezeket egyszerűen le kell nyelni, legközelebb majd lehet olyan pálya lesz, hogy megint neki kedvez. Volt még egy EB, ugye Nyírádon volt Autocross Európa bajnokság, amivel sosem szoktunk foglalkozni, de most nyilván azért a magyar versenyzőknek az eredményét megvizsgálgattam. Egyébként egy nagyon jó hangulatú hétvége volt, azt olvastam mindenhol, és crosscarban Baráti Tomi negyedik lett, a kasznis autók között pedig Palotás Péter, akinek az autójával Janiék is mentek a laptimingba, szintén negyedik. A többi kategóriában, ha volt is magyar induló, sajnos ők nem jutottak el a döntőig. Tudni kell, hogy autocrossban egyébként ez a cseh, szlovák és holland triumvirátus, de főleg a csehek meg a hollandok uralkodnak. Gyakorlatilag ez a két nemzet, aki fejleszt meg épít cross autókat. Meglepő módon ezek a pilóták vannak az Európa bajnokságon elől. Egyébként marha izgalmas, mennek egymás egyén hátán, és nyilván az új kis cross car, ami most még tudja bevonzani a versenyzőket. Ugye az van rallycrossként is, meg van autocrossként is, úgyhogy ebben voltunk sikeresek. János volt a hétvégén indikár is, csak egy gyors összefoglalást adj nekem. Azt mondom, János volt a indikár a hétvégén. Igen. Ő maga. De jól állnánk, hogy indikárba menne, nem? Kiugrottam, igen. Kimenti információ. Igen, hát volt, és tök furcsa, hogy szombaton volt a futamjuk. Igazából egy nagy dolog nem történt, hogy az megint egy sima ovál. Majdnem elaludtam a bizonyos stádiumában. McLaughlin ugye szokás szerint előment, a Will Power ment még nagyon jól, meg Malukasz, majd egyszer csak először elkezdett a New Garden feljönni, mert ő ugye mindig ilyen oválakon, főleg egy ilyen gyors oválakon nagyon jó, és egyszer csak ugye a Will Power a szokásos módjához összetalálkozott a Malukasszal, abból lett egy sárga zászlós szakasz, és utána jött valami, amit majd bejátszunk, ami a mai napig számomra érthetetlen, az újraindít, és ez az egész hétvégéről a legtöbb helyen ezt osztották meg az újraindításnál. Aztán a Rossi pont a Will Power mögött így túl hamar adott nagy gáz, vagy nem tudom, így felugratott rá, fel a levegőbe, a Power-t is kiöltötte mögötte is, tehát az újraindítás a zöldnél egyből összementek, tehát így gyakorlatilag egy korábban kell ahhoz gázt adni, főmászal a másikra. Ő is káosz lesz belőle, és ugye most nem tudom hány hétvégén, de kb. 2 hétvégénként mindig ilyet emelek ki, hogy olyan, mintha ott mindenki megbolondult volna. Tehát az a mezőny, ahol egyébként a fél mezőny már Forma 1-be járt. 300 kört kéne menni körbe-körbe, te is megbolondulnász. A 30-dik után már nagyon. Nem, csak ott ugye elég nagy nevek mennek, szerintem meg elég nagy tehetségek. Szerintem. Úgyhogy egy ilyen nagyon furcsa esemény újra megszakította a versenyt, és akkor a legutolsó szakaszt azt meg a Newgarden simán behúzta. Szokás szerint. A McLaughlinnak nem akarnak valami másik autót adni, vagy másik lehetőséget? Az egy annyira jó csávó. Hát figyelj, kurva jól megy, tehát ha azt néznék... De úgy ugye... gondolom, hogy másik bajnokság, vagy eleget keres itt, azt el van? Hát gondolom, igen. Azt hiszem, a legtöbb pól az övé a mezőnybe, meg a legtöbb vezetett kör. De valahogy mindig úgy van, hogy nem ő gyer a legvégén. A végén nem tudja behozni. Tehát, hogy tök furcsa, mert amúgy ő a legjobb szerintem, ha így nyers tempóban nézzük. De valahogy sosem, most is második lett. Akkor ő az otthoni cáj is, csak igen. Mondom. Hát szerintem ezeket a végéket nem érzi, hogy ott mindig van a vége előtt valami baleset, és akkor az utolsó etapra, hogy jön ki a taktikát, milyen gumi van fel, mennyi üzemanyag van, stb. Ugye ebben Scott Dixon is marha jó, hogy néha már kiszámolják, hogy hát ő biztos, hogy nem ér be a célba, aztán az meg ezt csak beért. Tehát, hogy a picsában nézegetnek. És volt NASCAR is, amit ugye hát, volt és nem volt, megszakították, igen. Viszont van múlt hétről egy bejátszód, amit én is megnéztem. Az elég meleg igen. A pitben. Hát gyakorlatilag erről szólt az e-heti verseny is, tehát bár megrendezték, de egyrészt ugye késéssel indult el, mert már az időjárás miatt, majd elindult, az első etapot még pont valahogy letudták, és az 51 körnél így vége, és majd ma folytatódik. De minden, a közvetítés felé is kb. Erről szólt, hogy az a múlt heti eset, amin ugye de időjárás kér... miatt, hogy mi miatt? Aha, igen. Eset. Igen. És ugye ovál volt. Mondod el, hogy mennyire... És akkor maradjatok még egy napot. Igen. Pont ezt akartam, hogy mondod el, hogy az egyébkénti programot, azt mennyire felborítja, annyi, hogy ők ehhez hozzá vannak szokva. Igen. Hétfőn vagy kedden fejezzük be, de lehet, hogy jövő hétvégén van verseny 500-ra onnan, hát akkor csak szerdán mentek át. Igen. Aha. Nagyon tehát ott náluk ez tök megszokott, igen. És ugye ráadásul ez a, bár nem a leghosszabb ovál, de a leggyorsabb ovál a
versenynaptárba, úgyhogy rettegtek tőle. Tehát amint a parkolóba esett már a eső, nem várják még egy csepp is leessen az aszfaltra, amint már ott, akkor vége, mindenki begurul, és egyébként ezt örülnek is neki, hogy láttam. Tehát, és tényleg azért, ha belegondolsz, 3:20-nál még egy éjszaka itt a hotelben. Nem, az csak, hogy nem megyünk el a határig. Igen. Tehát 3:20-nál mondjuk az egyik kanyarban, ahol néha tényleg ilyen, ha kicsit a mellé mész a másiknak, már elveszted a tapadást, hogy jön egy kis eső, iszonyat nagyot esne a félmezőny. De visszatérve, szóval ő ott is a hétvége arról szólt, hogy a múlt heti ugye esetet hát megrágták, stb. Már nagyon furcsa a NASCAR részére, hogy a hét végére, tehát az előző hét végére lett büntetés belőle, de a büntetés is a győzelmet megtarthatja, de az ezzel jár ugye a rájátszás helyett és pontokat meg nem. Tehát a vödröt hazaviheti. Meg statisztikában jól néz ki. Hogy nem, mert ugye az egy NASCAR-nak nagyon rég egyszer olvastam én filozófia, hogy olyan ne legyen, hogy a hétvégéről úgy mennek haza nézők, hogy nem tudjuk, hogy ki nyerte a futamot. És végül is hazamentek, tehát már nehéz úgy mondani, hogy akkor mégse. Tehát azt mondják, hogy a kupát jó embernek adtuk. De nem, nem a magyar felügyelőből. Igen, nem. Kicsit be van nekem az égre. Akartam mondani. Elengedtem. Ha most csak azt láttátok, hogy így beszél, de le van húzva hangja, az technikai hiba. Igen. Szóval ilyen nagyon furcsa. És ami ugye kiderült közben a vizsgálattal együtt, ez a Logánós eset, ugye, aki hát tényleg a legjobban volt kiborulva az egésztől a futam után. Őt elvileg előre rendelték, hogy azonnal nyilatkozzon az eset után, mert ugye az NASCAR azért erre fel van készülve, hogy ha valaki a másikat akarja anyázni vagy megverni, az gyorsan a kamera előtt tegye meg, hiszen attól jó a bajnokság. Csak ő ezt úgy tette meg, hogy ugye ilyenkor fel kell állniuk egy sorba, és ugye azért ott kell, mert van egy sáv, ami az ő ilyen hot sávjuk. A gyors sávjuk, igen. Viszont a nézők, vagy igaz, nem néző, ugye a csapattagokat és vagy családtagokat, viszont a saját pitted elé már odaengedik, de tudod, ahova csak beparkolnak, tehát a boxba. Na hát ő meg úgy került ki a mezőnyt, hogy meglátta ugye azt hiszem hármassal megy a srác, a boxát, ott volt is. Kúrva nagy gáz, azt hiszem két anyuka gyerekkel így kézbe, ugrottak vissza. Nem ütötte volna őket el, mert látszott, hogy kontrollban van, de utána is megállt mellettük, még elkezdett Főrugdosta a gáz, meg gumit égetett, hogy menjenek előle az emberek. Ugye ez megvan, ezt majd bejátsza Viktor. A legvége azzal lett vége, hogy szemből az egyik sportbíró, aki észbe kapott, az üvölt fel, megmutogatva, ott a helyszínen megállított, és kiszállította belőle. Látszott, hogy a Logano nincs teljesen elborulva, mert vele már tök normálisan kommunikált, de hogy akkor is, tehát, hogy ilyet elvileg szerintem senki nem tehetne versenypályán, főleg a verseny leintése után, hogy veszélyeztetett bárkinek az életét. Azt hiszem, tavaly volt egy sztori, amikor már nem tudom melyik őjük, másik kettő autójának neki ment, csak hogy a bentülő autók, a bentülő pilótáknak neki ment a másik kettőnek a leintés után, azért 50 000 dollár büntit kapott, na most ugyanezt kapta Logano. Szerintem azért ez nem ugyanaz. Az egy picit erős talán, főleg, hogy még egyébként van másik retorzió, mert ugye elvették a pontot, meg nincs rájátszás helye, meg stb. De azt még ő akkor nem tudhatta. Hát jó, hogy az hozzászámolódik a büntihez. De ugye ez a Logano kapta most az 50 000, csak ezért, hogy nagyjából majdnem elgázolta a szomszéd csapatot, csak azért, hogy mert haragudott a pilótájukra, aki egyébként kint ünnepelt ott. Igen. Tehát, hogy teljesen elborul néha ott az embereknek az agya. Mindenki természetesen utána össze-vissza. Mondom, hogy a sok ez nem tesz jót. Igen. Mindenki össze-vissza anyázta egymást. Természetesen mindenféle, ugye van a Hamlinnek is ilyen gyakorlatilag podcastja, az is kb. Erről szól, hogy a Hamlint is kibaszta. Ott azért kiderült, hogy konkrétan a csapat főnöke a pilótának, aki kilökte, az üvöltött, hogy törd össze, tehát így fejeződött be az utolsó kör. És utána azt hiszem kiderült a telemetriából is, hogy mikor a Hamlin elment, akkor meg, hogy 30 fokkal nagyobb baloldalra volt akkor, mint ami a logikus lett volna. Aha. Tehát, hogy kiderült, hogy tényleg mindkét srácnak direkt ment neki, de ebből ennyi lett a bünti, hogy a győzelmet megtarthatta, a pontokat, meg a rájátszás helyett nem. Nekem az egész ilyen nagyon furcsa. Amerika, show ez gyerekek, show. Jó, csak most azért a NASCAR-a egy hét folyamatos hiszti és anyáltás, és tényleg nagyon nagy élet belőle, mert mondom, hogy ez a futam is gyakorlatilag erről szólt, azért addig eljutott, hogy jó, ezt már ne engedjük. De
mivel már kb. Ezt engedték, szerintem nem tudom mindig, hol lesz a határ. És de gondolod, hogy milyen elérést csinálnak ezzel, csak social-ben, meg egyébként YouTube-ben, meg bármit. Hát azért engedik, nyilván. Azért, mert nyilván. Ez egyébként tudjuk, hogy a negatív reklám is reklám, persze. Hát egy csomó bajnokságban szerintem például ez a Logános esetnek a belső kamerája, az nem került volna ki, hogy elütött nézőket majdnem. Igen. Itt kikerül, és akkor mindenki csámcsog még rajta. Igen. Ehhez képest egyébként a futam azon részszámja... Nem tudom, ez jó-e? Szerintem ez nem számít, Füci, hanem az van, hogy népszerűség. Tehát rákeresel, hogy Neszkán, nézd meg, mi is beszélünk róla, mindenki beszél róla, mindenki megosztja, mindenki megnézi. Nagyon sok hírt generálnak. Szerintem a manapság Amerikában, mondjuk ez egy, nem vagyok annyira képbe komplett amerikai sajtóval, de a NASCAR több hírt generál, mint az IndyCar. Aha. Tehát, hogy több szálat megmozgat. Mondjuk kell is nekik szerintem. Igen. De tényleg, hogy nagyon-nagyon durvá rámenni. Hát közelebb van szerintem valahogy az kasztos, átlag emberhez közelebb van. A kasztos versenyzés az mindig igen. Azt tudja mondani, hogy egyéb majdnem olyan. Igen, az is, ilyen Camryn van. Az is, nekem is, nem? Camry, mondjuk a Cyprin. A Josh-nak meg a Mutánja van. 4-8-as Camryt még nem nagyon láttak szállat. Ah, nem baj. Fáradunk. Köszönjük, János, az összefoglalót. Frici, neked is, hogy itt voltál, nektek is, hogy követtetek bennünket. Jövő héten is leszünk természetesen, hiszen visszatér a nagy Formula 1-nácská, úgyhogy lesz itt minden parkfermé, és úgyhogy tartsatok majd akkor is velünk. Sziasztok! Sziasztok! Támogatónk a Hotel & More, aki már 22 magyarországi és 8 külföldi szállodával várja a pihenni vágyókat. Támogatónk a Bestville 2000 Kft. Gumihotel gumiszerelés a Grand Gumi Kft-től. Ha játék és internet, irány a játéknet. Reklámépítészeti megoldások a G-ban Partners Kft-től. Partnerünk az Alfa Romeo Magyarország.